Az eper szezon már április végétől egészen júliusig tart, bár tulajdonképpen már kora tavasztól kezdve elérhető a külföldről behozott gyümölcsnek köszönhetően. Elég kevés van rajta, ez fóliás eper. Az ára az viszont az olyan 7000 forint körül lesz kilója. Mert, hát drága, de így sem fussa ki a költségeket, mert nem sok van rajta. 4-5 szem eper van egy bokron. Dupla fóliában van, a két fólia között szigetel a levegő, így amikor odakint vagy, itt bent plusz fokok vannak. Nagyon egészséges, kedvelt gyümölcs, és bár csak egy éves koruk után adható eper a babáknak, de utána nagy kedvencük lesz nekik is. Az eper igen fontos antioxidánsnak számít, ezért fogyasztása mindenkinek ajánlott, nemtől és kortól függetlenül, kivéve a 12 hónaposnál fiatalabb kisbabákat, őket ugyanis még nem szabad eperrel etetni. Az antioxidánsok fő feladata az, hogy megszabadítsák testünket a káros, szabad gyököktől, megkössék őket, amelyek számos komoly krónikus betegség forrásai lehetnek. Emellett az eper vitamin és ásványi anyag tartalma is rendkívül magas, B6 és C vitaminban igen gazdag, emellett pedig káliumot, illetve folsavat is nagy számban tartalmaz. Én a későit szeretem, a cukoréveset. Ezek, ami még fehér a töve, meg éretlen, meg kemény a zöld, az is a töve, ugye, azt nem szeretem, meg nem is eszem, úgyhogy nem érdekel ez a része. Én az igazi élet epert szerettem. Megvárom az idejét, türelmes vagyok. A gyümölcsökre jellemző módon magas rosttartalommal bír, ami hozzájárul a belek és az emésztés normál működéséhez, valamint az egészséges bélflóra kialakításához és megóvásához. Az eper tehát az egyik legegészségesebb gyümölcs, ami ráadásul itthon is teremt.